Helytörténeti ismeretterjesztő, lokálpatrióta hagyományokat ápoló tevékenysége elismeréséül a Kecskemét közművelődéséért díjat vehetett át a Híres Históriák szerkesztősége. A holnapi Múzeumok éjszakáján a magazin egyik szerkesztője, ifjabb Gyergyádesz László művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője a Városháza külső és belső díszítéséről mesél majd az érdeklődőknek. A programról és a magazin szerkesztési munkájáról ifjabb Gyergyádesz Lászlóval beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát először is egy rövid történelmi áttekintést szeretnék kérni a Híres Históriák folyóiratról. Mikor jelent meg, milyen nagy múltra tekint vissza? 2015-ben indult a folyóirat, és eleinte még 5-en voltunk. Ugye, akik már nincsenek köztünk a szerkesztőségben, ugye Bán János és Kristonvizi József, illetve aki most is segít nekünk, de nincs konkrétan a szerkesztő csapatban, de ő a korrektúrmal munkákat végzi, illetve hát kisebb cikkeket, krónikát is jegyez, ő pedig ugye Varga Zoltán, ugye, aki itt a KTV-ben is gyakran közreműködik. A történetről annyit, hogy nehezen indult, tehát 2015 és 2017 között rengeteg szám kimaradt, de a 2017-ben megjelenő második számtól kezdve gyakorlatilag folyamatosan törekszünk arra, hogy 3-4 szám megjelenhessen egy adott évben, akár dupla összevont számokkal. És ugye a céljaink elsősorban az volt, vagy közé tartozott, hogy minden réteget meg tudjunk szólítani. Ugye Kecskeméten, mert ugye ez a nehéz, hogy a tudományos eredményeket, akár a helytörténetben, művészettörténetben, gazdaságtörténetben, tehát ez egy sokszínű dolog, ugye kulturális művészeti emlékek mellett, ugye ott kellene a gyáraknak, a saját közelmúltunknak, akár politikai történetnek, akár hétköznapi tárgyaknak, stb. Ezt a vegyes anyagot kellett, elsősorban helyi szerzőkkel megoldva, sok-sok érdekes cikkkel, tudományosan, de egyben érthető módon tálalni mindenki számára. Az biztos, hogy jól sikerült ez a munka, mert hogy 2015-től fogva, ha ezt összegyúrjuk, akkor végül is egy díj boldog tulajdonosa lett a stáb. Mennyire érte váratlanul a stábtagokat mindez? Szerintem váratlanul ért minket, csak örülni tudunk természetesen. Azt jelenti, hogy felfigyeltek erre a munkára és a végeredményre is természetesen. És hát megvan a csapat, akik ugye szerzőkkel együtt ugye már régóta működteti ezt a lapot, mert a működtetés ez azt jelenti, hogy mindig nekünk kell megtalálni a témákat közösen a szerzőkkel, tehát nem a szerkesztők döntik el, hogy mi lesz tulajdonképpen a következő években, de Hajagos Csaba, aki tulajdonképpen a legtöbb munkát végzi ebben a szerkesztői munkában, ő az, aki megpróbál pályázatokat is szerezni, és hát a legutóbbi szám, hiszen nyilván ez most a legfontosabb, a 15. tulajdonképpen egy szép kerek számnak mondható, tulajdonképpen egy ilyen támogatással, a értéktárbizottsági támogatással készült, hiszen Kecskemét, vagy a megyéhez is kapcsolható, vagy az országhoz is kapcsolható, különböző szinteken lévő értékeket tudtunk most bemutatni, és ezáltal talán a nyugodtabb, áttekintetőbb, harmonikusabb számunk lett, amit talán leginkább tudnának például a középiskolai, meg az általános iskolai tanárok hasznosítani, hiszen a legfontosabb úgymond személyek, hírességek, témák találhatók ebbe a lapszámba, amelyek méltán lettek ugye Kecskemétnek a úgymond a hírvivői a világban. Amikor előkészültök egy számmal, akkor hát én, mint olvasó, rögtön már, amikor véglapozom, és elolvasom a számomra a legérdekesebb cikkeket, akkor föl is teszem magamnak a kérdést, hogy vajon ennek lesz-e folytatása. Lehet-e valamit tudni a következő számról, ami már előkészület útján, már szerintem biztos, hogy kirajzolódott számotokra? Igen, mert viszonylag közel fog esni, mert kicsit csúsztunk most a elmúlt hónapoknak a kedvezőtlen környezete miatt. Tulajdonképpen nagyon sok cikk kimaradt az értéktár számból, úgyhogy nagy részt az értéktáras számot folytatjuk, igaz, hogy támogatást nélkül, de az értékek mindig a fontos részei a lapnak. Tehát általában a témákról esetleg hallhatunk-e valami kis? Természetesen például a laktanyák, ugye ez egy kimeríthetetlen téma Kecskeméten, tehát nem csak a Rudolf laktanya ismert, hanem egészen sok laktany épült.
hiszen annak idején ez egy komoly gazdasági probléma volt. Nekem művészettörténészek művészettörténeti probléma, helytörténészek helytörténeti, de mindig vannak ilyen témák, gazdaságtörténészünk is talált olyan témát, ami fontos. Értem, most nem is emlékszem mindegyik ilyen témára, hiszen meleg van, elnézést kérek, nem minden jut most eszembe, de az biztos, hogy rengeteg téma forog a fejünkben, és a szerzőkkel azért szoktunk találkozni. Tehát vannak ilyen évelei, vagy évvégi megbeszélések, küldözgetünk egymásnak ötleteket, illetve mindig az új váratlan felfedezések is generálnak dolgokat, vagy mondjuk a város egy projektbe kezd, tehát akár a Rudolf Lakta is így kezd, vagy a Városháza felújítása generált sok kis altémát, tehát én is ezért kezdtem el ugye egy új könyvet írni ugye a Városháza, de közben ugye elkezdtem kutatni kis apró témákat, ugye ezt csinálják a többiek is, hogy valami van éppen aktuálisan, és akkor vissza lehet tekinteni, találni új dolgokat, és hát pont ez a lényeg, hogy Kecskemét ez ebben egy különleges város, hogy nagyon sok minden ilyen valami, amiben más, mint a többi város, és az, hogy egyszer egyi minden van. Tehát ez a Vörös Sándor, hogy mi minden látható Kecskemét, hogy Ázsiától egészen, tényleg az összes földrész gyakorlatilag bekapcsolható ebbe a városba, az összes terület, kultúrában, gazdaságban, művészetben, mindenben. Tehát egy nagyon érdekes város. Úgyhogy lehet egy ilyen lapot működtetni évekig. Úgy tűnik, hogy visszakerül a régi kerékvágásba a Múzeumok Éjszakája című rendezvénysorozat. Hát végre, hát mi is ott lehetünk, élő egyenes adásban, és akkor szeretném megtudni, hogy mire számíthatunk holnap és holnap után. Mivel vártok bennünket? Igen, hát én csak azokról tudok beszámolni, amivel én foglalkozom, ugye a Cifrapalotában Szávosz Katalin kiállítása kapcsolódott a képzővészeti osztályhoz. Az egy olyan kiállítás lesz, ami most megnyitunk, de nem hivatalosan nyitunk meg, hanem azt az életmű adományt majd valamikor szeptemberben fogjuk hivatalosan átvenni, amiből a kiállítást rendeztük. Addig is meg lehet nézni, de akkor fogunk majd neki egy nagyobb hírverést csapni, illetve amik most elmaradtak itt, tehát az oltással kapcsolatos problémák miatt, azt majd akkor fogjuk előrevenni. Illetve hát a személyes kapcsolódásaim, ugye itt a szecesszió témája, miatt a Városháza miatt közreműködök a Bozsógy üteményben is, ahol este fél 8-tól tartok egy tárlatvezetést. Gondolom egy olyan témában, ami mindenkit érdekelhet most Kecskeméten, hiszen a Városháza felújításához kapcsolódóan sikerült most néhány eredeti díszt bemutatni a Bozsógy üteménynek az udvarán. És ehhez én készítettem egy tablókiállítást, ahol viszont alaposan körbe, vagy pontosabb alaposan igyekeztem alátámasztani az ott látható dolgokat, meg másokat is, az, hogy mi a jelentése egy ilyen épületnek, mi találta a díszteremben, miért pont a történelmi téma olyan jelentős. Ugye újdonságként, amiket ilyen friss kutatásaim és a híres históriákban is megjelent egy része, ugye a zsolnai gyárnak a páncélszekrényeből ugye megkaptam kifotózni ugye az eredeti mintarajzokat, például ebből is többet be tudok most mutatni itt a Bozsógy ütemény tablókiállításán, és ez egy olyan kiállítás, ami már több mint fél éve szerveződik, és én eleinte a Városháza egyik sarkán kellett volna megrendeznünk, még tavaly évben, csak aztán mindig húzódott újabb tiltások, újabb korlátozások, stb. És akkor a végén most már Árpádka visszaérkezett Hódmezővásárhelyről, a restaurátor kezébe, úgyhogy most már jó állapotban van. Szebb lett, mint valaha? Nem tudom, mert nem szemeztünk együtt, mert nagyon magasan volt, ugye 227 cent, és ugye nagyon magasan van ahhoz képest, hogy most viszont mindenki, aki eljön, az megnézheti most test közelben egy olyan 2 méterről körülbelül ezt a szobrot eredetibe, és ehhez kaphat információkat tőlem a fél 8-kor kezdődő tárlatvezetés, vagy hát előadás keretében. Nagyon sok ismerősömmel összefutottam, hogy ők ekkor látták a Városháza díszeit, én akkor láttam, én kimegyek a televízióba, este még körbe megyek a Városházánál, és rácsodálkozom azokra a gyönyörűségek és szecessziós díszekre, a kicsi az idézőjelbe téve, mert számomra igencsak kicsinek tűnt, de aztán tényleg testközelben lehet megtapasztalni ezeket a díszítményeket. Teljes egészében, amikor láttam a színezését a Városházának, hú, mondom, eléggé fakónak tűnik, hogy most ez tényleg Lechner Ödön így álmodta-e meg, voltak kétségeim, mert hogy ugye azt olvastuk, hogy teljes szépségében, ahogy annak idején a tervezés dokumentációjából ki lehetett olvasni, ez úgy fog megvalósulni, és egyszer csak fölkerült
a zsolnai tető, és ez valami mennyei volt. Tehát az a fajta csipkedíszítés, az a fajta dekorativitás lenyűgözi az embert. Bár ugye ezt nem mindenki tudja, hogy nem a zsolnainak volt, vagyis nem ilyen mázas tetőcserepek voltak először, de erről majd nyilván majd egy másik vezető, majd részletesebben tudunk beszélni, mert ez többször cserélődött. Tehát nem volt ennyire látványos még akkor sem, amikor felépült, így van. A díszek kapcsán meg valóban kicsik. Olyan értelme kicsik, hogy... Az épület ugye, nagyságához viszonyítva. Igen, ahhoz kép kicsi, de ezt tudni kell, hogy ez nem olyan, hogy egy építész megálmodja a legterődőn, hanem aki egy kicsit már belenézett a cikkeimbe, vagy remélem a jövőben megjelenik a könyv, akkor majd részletesebben be tudom mutatni, hogy az alaprajztól a egyes emeletek beosztásáig, a funkciókig, nagyon sok minden változott. Tehát mindig, amikor van egy eredeti terv, azt éveken keresztül még át lehet alakítani. És az a városház, ami most van, az őrzi a lenyomatát annak, hogy most már sok-sok évtizede működik, és sajnos nem lett ugye felújítva egyszer sem komolyan. A pirogránit kapcsán ugyanaz a probléma, mint a cifrapalota pirogránit díszei esetében, hogy ezek tömére majolika mázzal vannak borítva, és az a baj, hogy ugye annyira friss és új technika volt köse a Városháza tekintetében, hiszen 93 körül kezdték az első pirogránit ilyen plastikákat készíteni épületekre. Tehát az elsők közé tartozik a Városháza. Emiatt aztán halványul a gőze nem volt senkinek, hogy mondjuk 100 év múlva mi lesz vele, vagy 120 év múlva, tehát Kecskemét az egyik kísérleti terepe ezeknek, hogy mit kell velük kezdenünk, kell-e restaurálni ezeket, mennyire bírják. Ezt egyszerűen nem lehetett megjósolni. Ez olyan, mint a mostani vakcinák, hogy nem tudjuk, hogy 5 év múlva mi lesz. Hát én nagyon szívesen beszélgetnék még veled, de hát vége van a műsoridőnek. Szeretném még azt megtudni, hogy hányra vártok bennünket, milyen korosztályt vártok, és kitnek ajánlod elsősorban az előadásodat? Szerintem akik eljönnek 7-8-ra, azok szeretik a témát, tehát abban ők szoktak eljönni. Tapasztaltam az így általános szinten egy külön műsort igénye, hogy többnyire az idősebb korosztályok szoktak jönni. Ugye a nagy nehézség mindig a fiataloknak a bevonzása, hiszen nekik ez a fajta úgynevezett ünnepi tudás, ami arról szól, hogy hol élünk, milyen érdekességek vannak a városban, na őket kellene ugye a fiatalokat megvonni, idősebbek viszont, hát valahogy így nem baj, majd az idősek viszont mesélnek az unokáknak. Nagyon remélem. Igen. Köszönöm szépen, nagyon jó munkát kívánok, jó időt kívánok, nem túl meleget, de nagyon nagy tömeget is. Köszönöm szépen. Köszönöm.